Főtisztelendő pap testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! A mai délután az Egyház megyei szinodus készülve a jövő évi eukarisztikus kongresszusra egyik előadása arról szólt a készületnek, miként alakult az ős egyháztól kezdődően egészen a középkorig az eukarisztiáról való teológiai gondolkodás, ugyanannak a misztériumnak több oldalú megközelítésével, és valójában miként alakult a Szent Mise. Mert úgy, ahogy az utolsó vacsorán Jézus az első szentmisét bemutatta, úgy többé nem ismétlődött meg, azért sem, mert nem kötődött a zsidó húsvéti vacsorához. De valamilyen agapé, valami vendéglátás mindig volt egy darabig, amíg miután emberek vannak az egyházban is, nem történtek visszaélések ilyen vendégeskedés alkalmával, és már Szent Pál apostol azt tanácsolta, hogy azt tegyék külön akkor egy más alkalomra, mint hogy egy személyválogatás történjen a Szent Mise bemutatásakor. És a fejlődés abba az irányba mutatott, hogy fölvéve az Ószövetségnek a legjobb, legismertebb szentírási részleteit olvasni kezdték, és majd hozzá kapcsolták a leírt evangéliumokat, hiszen először csak szóban hangzott el, és kialakult az ige liturgia, és elválaszthatatlanul kötődött a Szent Miséhez. Ezért talán sarkosan azt szoktuk mondani, két részből áll az ige és az áldozat liturgiájából, azonban olyan szervesen összefonódik a kettő, hogy valójában csak a tartalom, de nem annyira a forma az, ami szétválasztja a szentmisének ilyen megkülönböztetését. Épp ezért elengedhetetlen, hogy mindig olvassunk a Szentírásból az eukarisztia bemutatásakor, és egész bőséges anyagot, amíg a II. Vatikáni zsinat előtt évről évre ismétlődött ugyanazon olvasmányoknak a sora, az evangéliumoké, hol az egyik, hol a másik, és a kiválogatott részek is így történtek. De a II. Vatikáni zsinat 3 évre elosztva sokat merített az Ószövetségből, általában ezek az olvasmány részei, de a zsoltárok is ide tartoznak, majd pedig az apostolok cselekedetét vagy leveleit szentleszkeként olvastatja, és 3 évre beosztottan az evangélistákat, János evangéliumát pedig a fő ünnepekre tartogatva, illetve a Márkról szóló évben, amely rövidebb a többi evangéliumnál, kiegészítésként a nagy eukarisztikus beszédet. És most hallhattuk a szentleckéből Szent Pál apostolnak Timóteushoz szóló buzdítását, amely a legszebb tanítás a Szentírásról. Mert az Ószövetség is
több helyütt szól arról, hogy az Úr szava, az Úr törvénye elhangzik, hallgatni kell, olvasni kell. Jeremiás azt mondja, hogy ő alig várja, hogy a Isten szavát olvashassa, mert neki az a gyönyörűsége, hogy megszólítsa őt az Úr szava. De itt Timóteusnak, Pál apostol egy nagyon gyönyörű tanítást ad, és azt mondja neki, hogy gyermekkorod óta ismered a Szentírást. És nem úgy írja az eredeti szöveg sem, hogy az írást, mert az többször úgy van az evangéliumokban, hogy mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás, az Ószövetség. De itt azt mondja Szent Pál, gyermekkorod óta ismered a Szentírást, amely arra való, hogy elvezessen az üdvösségre, és arra, hogy igaz életre neveljen, hogy az Isten embere tökéletes legyen, és minden Istentől kinyilatkoztatott írás hasznos oktatásra, nevelésre, tanításra újra kellene olvasni, hogy szó szerint idézhessem, de ez a lényege. És ezért a Szentírás olvasása elválaszthatatlan az eukarisztiától, mert együtt kell azt bemutatni, hát kivéve, amikor betegeket áldoztatunk, de nagyon hasznos akkor is egy rövidke részletet felolvasni a Szentírásból. És hát arról való elmékedés az megközelíti a mélységeit annak, amit Szent Pál apostol mond, hogy a Szentírás az Isten szava, az Isten hangja, az a kinyilatkoztatás számunkra. Tudjuk azt, hogy némely proféták szinte hangot hallottak, de az Isten hangja sokkal több a Bibliában leírt szavaktól, mert benne van maga a teremtés történet, a teremtett világ, és az a Jézus Krisztus, aki élő személyé vált, és tanította az embereket, és ez az isteni hang és szó, ez elér bennünket. Nem egy megtérés történeténél halljuk azt, hogy valakinek késztetése volt arra, valami belső hang alapján, hogy elővegye a Szentírást. Talán a legklasszikusabb példa Szent Ágoston megtérése. Amikor azt mondja neki az a mennyei hang, hogy vedd és olvasd, vedd és olvasd. És így kinyitja a Szentírást, és az megszólítja őt úgy, ahogy akkor szíven találtak érezte magát. Az Isten hangja hozzánk a Szentírás, az Isten szava. És hát az Isten szavának az arcképe az maga Jézus Krisztus. Ezt úgy kettős értelemben is lehet mondani, hogy Jézus Krisztus testé lett, láthatóvá lett. Aki engem lát, látja az atyát, mondja. De úgy is, hogy például amikor valami regényt olvastunk, vagy olvasunk, óhatatlanul a szereplőknek valamilyen képe megjelenik előttünk. És ez nem mindig vág egybe azzal, ahogy más elképzeli. Hát gondoljunk arra, hogy megfilmesítenek egy regényt, és előtte olvastuk a regényt, akkor esetleg azt mondjuk, én nem ilyennek képzeltem. De a fordítottja pedig beskatujáz bennünket, mert ha egy gyerek, ha még olvas, mondjuk megnézi az egri csillagokat, akkor mindig az egri csillagoknak
a színészei jutnak eszébe, amikor azt olvassa. De ez a kép is sokkal tágabb attól, amit mi leolvasunk Jézus Krisztus arcáról, mert az egész Szentírás végül is, még az Ószövetség is róla szól, és ezt a képet szemlélve kapunk belső indítatásokat. És aztán ennek igazi foglalata, vagy talán jobb volna így mondani, hogy az Isten szavának a háza, a könyvtára maga az egyház. Hiszen az egyházban született meg az Isten szava. Ott értelmezik hitelesen. Mert különben, ha csak egy könyvet odadunk egy ismeretlen embernek, egy szentírást, az nem biztos, hogy jól fogja értelmezni. A helyes értelmezési hely maga az egyház. Az ő háza a Szentírásnak, az Isten szavának az egyház. Az egyházra van bízva, és az magyarázza hitelesen, és időszerűsíti az Isten szavát. És ugyanakkor a programja a Szentírásnak, mert az fölszólít bennünket, végül is a misszió, a küldetés. Ez a vasárnap, itt októberben, hagyományosan missziós vasárnapnak neveztetik, fölhívja a figyelmünket arra, hogy van egy isteni parancs. Jézus Krisztus, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Ez a misszió. És hát a missziós parancs ott rejtőzik a Szentírásban, és mindig elindít bennünket. Ma a technika segítségünkre lehet, hiszen eljuttathatjuk a Föld végső határáig, és mindig fejlettebb technikával azt lehet mondani, hogy most már csak az nem tud róla, aki nem akar, hiszen hozzáférhetnek az emberek, ahogy a fake newshoz, az összes hazugsághoz hozzáférnek az emberek, mert olvassák világszerte, hogy mi történik ma Rómában, hogy tüntetnek, vagy Barcelonában. Ugyanabban az időben tudja a magyar állampolgár is, mint aki talán ott fényképez. Hát ez segíti a technika. Tehát el tudja juttatni, csak hogy az kevés. A világ minden emberének eljuthatnánk egy szentírást. Odaadhatnánk egy CD-t, vagy sokkal modernebb eszközt már, hogy itt van. Talán még parancsba is lehetne adni, hogy meg kell hallgatnod. Ez még mindig kevés volna. Ahhoz, hogy az életre keljen, ahhoz olyan emberek kellenek, akik az Isten igéjét élik és megvalósítják. Ezért kellenek minden időben misszionárisok. És azért is kell minden időben, mert minden nemzedékkel előről kell kezdeni. Itt a gének nem viszik betápláltan magukkal a tudományunkat, mint hogy valakinek a szülei sok nyelvet tudtak, de ha ő nem tanulja, akkor ő nem fogja tudni. Tehát újra meg újra el kell kezdeni a missziós munkát. És hogyha lehetne így fogalmazni, hogy az útmutatás számunkra a Szentírás az üdvösség irányába, az üdvösségre vezető úton, akkor az a táplálék, hogy mi el ne gyöngüljünk és elérjük az üdvösséget, az az eukarisztia. És a kettő együtt van, egybe fonódik,
És hát az eukarisztia ünneplése, akár egy hétköznapi szentmisén, akár világméretű nagy kongresszuson, végül is ennek az örömnek a kifejezése, és annak a jézusi meghagyásnak, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Erre készülünk, ezek a kisebb lépések is ide vezetnek, hogy majd túl az ünnepen, mert azon is túl leszünk egy év múlva már, megmaradjon bennünk és elmélyüljön az eukarisztia iránti szeretetünk, tiszteletünk, mert az maga Jézus Krisztus reális szentségi jelenlétével a föltámadt Krisztus. És annak a legnagyobb csodája, hogy az embert megtartja a jóban, és vezeti az üdvösség útján. Így gondoljunk a mai missziós vasárnapon a készületre, hogy mindannyian missziósok vagyunk, az Isten igéjétől fölvértezve, az eukarisztiától megerősödve menjünk mi is, hirdessük az evangéliumot Jézus meghagyása szerint. Amen. Hiszek az egy Istenben. Az elérhető életet. Testvéreim,